Sziasztok! Vasárnap délelőtt van, és gondoltam, hogy készítek nektek egy videót arról, mi van itt körülöttem, botrány. Szóval, hogy legyen egy videó arról, és hogy nem csak mindig ilyen rózsaszín meg benúszik minden, mert hogy ez nem, ugye nem mindig így van. És lesz a videónak egy vásárlási kezdete tegnapi nap. Úgy gondoltam, hogy akkor most már úgy építem föl. Tegnap voltunk egy ilyen kis bevásárláson, és akkor azt gondoltam, hogy azt mutatnám meg nektek, hogy bocsánat, hogy így támaszkodok. Szóval azt gondoltam, hogy azt mutatom meg nektek, hogy telik így a hétvége, hogy tudok rákészülni a másik hétre ezzel az életmódváltással kapcsolatban. Mert hogy írt nekem Andi az Instagramon, hogy hoztak már meg olyan recepteket is, amit így az egészséges életmódba beilleszthetően a hétköznapokon is el tud készíteni valaki, aki mondjuk teljes állásba, főállásba dolgozik. Mert hogy persze tudom, hogy sokan úgy dolgoznak, és most így az ember azt mondhatja, hogy oké, most jelenleg kivételes helyzetben vagyok, hogy csak ilyen félállásban dolgozom, és hogy így könnyebb. Igen, ez tény, tehát ezt elismerem, de meg lehet oldani szerintem főállásban is, és nem tudok, írtam Andinak is, hogy nem tudok konkrét receptet adni, mert nekem mindig, hogyha így jön az ihlet, hogy mit ennék, vagy mit készítsek egyáltalán, az mostanában egyébként nem is úgy van, hogy előre megtervezett menüterv alapján van, hanem nagyon sokszor az, hogy én mit kívánnék meg, azt főzöm. Úgyhogy próbálom így a kettőt összehangolni. Egyébként ezzel kapcsolatban tapasztaltam azt is, hogy többet is költünk, úgyhogy sajnos ez egy ilyen hátulütője a dolognak, úgyhogy majd be kell ezt állítani megfelelő módon, hogy mindenhogy jobb legyen, de hát ez nehéz, tehát egyszerűen nem megy, tehát mindenre nem tudok figyelni. Ezt mondtam nektek a múltkori videóban is, hogy ha mindenre odafigyelsz, és mindent görcsösen akarsz, akkor ennek vége. Tehát ez előbb-utóbb, és inkább előbb, annak ott vége lesz, mert az nem lehet, egyszerűen ez nem fenntartható. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy kis lépésekbe próbálok meg menni. Vásárolgatok akciósan is, és meglátom, hogy mi van itthon, és akkor abból szoktam mostanában készíteni. Tehát egy kicsit így megfordítottam a dolgot. Na de, amit Andinak is írtam, hogy konkrét recepteket nem tudok megmutatni, mivel én nagyjából külön főzök, illetve nálunk a hangászik az iskolába, az helyek közel elég neki. Délután hazajön, ha éhes, eszik egy szendvicset, és aztán a vacsorát, tehát nem igényli az, hogy külön főzek, hogyha van, akkor természetesen megeszi a főtételt itthon is még egyszer. Viszont Balázs Zsal olyan szerencsénk van, hogy megeszi teljes mértékben azt, amit én is készítek magamnak. Nagyon szereti ő is a zöldségeket, és abban sincsen neki baj, hogyha adott esetben egy-egy nap akár húsmentes nap van, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon szerencsés vagyok vele, és így gyakorlatilag csak magunknak kell, hogy főzzek. Amit Andinak írtam, az, hogy például olyasmivel próbálkoznék, hogy most például paprikákat vettem, majd mindjárt látjátok majd a videóban, vettem paprikákat, és például arra gondolnék én, hogy csinálnék megindítanám egy lecsó alappal, és aztán mondjuk kettészedném a paprikákat, tehát ezt az alapot kettészedném, és mondjuk az egyik részéhez megtennék csirkemell csíkokat, akár tejfölt, vagy akár tejszínt, és azt ez egy ilyen kicsit ilyen krémesebb dologgá tenném. Tehát biztos, hogy olyasmivel indulnék meg, amit egy főzéssel többfélét tudnék csinálni. Vagy például
nem tudom, mondjuk, ha Balázs szeretné a rizses húst, akkor a rizses húst elkészíteném, de mondjuk én biztos, hogy úgy ennék belőle, hogy csinálnék egy adag párolt zöldséget, és azzal keverném át. És akkor nekem az úgy szerintem jó lenne. Lehet, hogy a héten fogok is csinálni egy ilyet. Vagy például főzelék, ugye, mennek a főzelékek, az is olyan, hogy oda lehet tenni egybe, és aztán, mit tudom én, amikor már nagyjából kész van, akkor kiveszem belőle a felét, vagy teljesen mindegy magamnak, és akkor vagy ilyen bambuszrost lisztel, vagy csak önmagába besűrít, vagy attól függ, hogy milyen főzelékről is van szó, elkészíteném külön. Tehát, hogy ezt értem neki, szerintem nem kell ezt annyira túl gondolni, hogy mi az, ami, hanem inkább az, hogy mit tennének a többiek, nem tudom, így, mondjuk tudom, ez a, jön a válasz rá, hogy ez a semmit, nem tudom, de akkor valahogy így próbálnék meg elindulni, vagy például most csináltam, és itt is van, megfőztem tojást. Na, de ezt hogy főztem meg? Először is megfőztem a rizst, mit tudom én a tegnapi kajánkhoz, nem is tudom, mi volt tegnap. Ja, igen, csilisbabot csináltam. És megfőztem a rizst, és a zacskós rizst főztem, és azt ugye külön vagy vízbe kell ugye megfőzni, és annak a vizébe utána beledobtam, mit tudom én, egy 7 darab tojást, mert tudom, hogy szeretjük a főtt tojást is, és ott volt már a víz, ami eleve is volt, teljesen jó volt arra, hogy én most ott a tojásokat abban megfőzzem. Tehát, hogy ezeket így próbálom így megkönnyíteni ezeket a mindennapi dolgokat. Megfőztem a tojást, mit tudom, egy 3-4-et elpakoltam, és 3 darab maradt, most itt van, már megmutatom nektek. Begyúrtam a csilisbabhoz kivett darált húsnak a másik felébe, amiben tettem paprikát, hagymát, meg mit tudom én miket, fűszereket, és a főtt tojást bele nyomkodtam, és megcsináltam ezeket a húsgolyókat, majd mindjárt be fogom panírozni őket, és mehetnek a sütőbe, ki fogom sütni. Úgyhogy mindig próbálok úgy előre gondolkozni, hogy ilyenek legyenek. Egyébként ezeket a húsgolyókat tegnap még a fogyasztóba is betettem, de aztán mára végül is azt találtuk ki, hogy miért ne ezt ennénk, úgyhogy ez vissza kivettem, és akkor már ezt fogjuk enni, de van ilyen egy csomó a mélyhűtőmben, majd szerintem a következő videóban csinálok nektek olyanokat, hogy mi van így előre. És akkor most visszakanyarodhatunk arra a videóra, hogy ezt a hétvégi gyors bevásárlós vlogot és elpakolós vlogot hogy képzeltem el, mert hogy tegnap este voltunk vásárolni, nem sok mindent kellett egyébként venni, mert én pénteken is elugrottam. Ja, úgyhogy tényleg csak ilyen zöldséggyümölcsökért nagy részt azért mentünk. És akkor ahogy hazajöttünk, gyorsan felvettem nektek azt, hogy miket vettünk. Most nem írtam így ki külön, hogy mi mennyibe került, de ugye nagyjából a végösszeget, azt olyan jól emlékszem, akkor azt mondtam. És képzeljétek el, hogy utána elkezdtem pakolni. És ez ugye mindig hozza magával, hogy az embernek akkor a hűtőbe is el kell pakolni, akkor megnézem, hogy milyen zöldség, mennyi volt itthon, akkor egy kicsit átvariálom, hogy ami már itt állt, akkor az kerüljön fölülre, és az új menjen alulra. Szóval mindig van így mit pakolni, és akkor már tegnap este is így mocorgott az agyam rajta, hogy föl kellene venni. Egy-két mozzanatot fel is vettem. Azt hiszem például azt is, hogy ezeket a ízéket, hogy csináltam, húsgolyókat, de már sötét volt, meg mit tudom, és akkor leálltam vele. De most megint arra gondoltam, hogy tényleg az van, hogy nem mindig csak az van, hogy minden milyen szép, hanem az embernek mennek a mindennapok, sokszor ezek a szürkeségbe, és sokszor úgy, hogy azt se tudod, hogy hova kapjál, de próbálj meg
mindenbe toppon lenni, mondjuk én mostanában ezt annyira utálom. Miért kell? Nem kellene mindig mindenbe toppon lenni. Szóval miért nem engedhetem meg magamnak azt, hogy fú, én most mit tudom, én rosszul vagyok, vagy nem olyan jó a közérzetem, és akkor szóval nem értek mostanában egyet ezzel mostanában hódító, mindig toppon legyünk dologgal, mert az élet szerintem nem ilyen, és totál belefér azt szerintem, hogyha az ember adott esetben teg másként érzi magát. Szóval, vasárnap van, nekem is a fejem így hátra van csak fogva, na most már morzsás is lettem, a körmeim le vannak pattogva, mert majd délután fogok körmözni, és látnátok a konyhámat, mindjárt meg fogom nektek mutatni azt is, és egy kicsit pakolászok. És akkor gondoltam, hogy egy-két ilyen dolgot megosztanék veletek, hogy miket szoktam így előre elkészíteni a másik hétre, és hát remélem, hogy tudok egy-két dologgal inspirációhoz szolgálni nektek, és túl sok az éjés, fáradt vagyok. Na, tehát, hogy igen, van tényleg ilyen dolog, illetve, hogy miket szoktam megcsinálni egy vásárlás után. Egy vásárlás után, ugye, hogyha hazajövünk, akkor zöldséggyümölcsöket mindenképpen el szoktam pakolni. Mostanában az van, hogy kirakom az erkélyre. Nagyon jó, hogy van nekünk ez az erkélyünk. Télen-nyáron nagyon jó. Akkor ott egy csomó minden el van. Na de most már úgy néz ki az erkély is, hogy ott is el kell pakoljak. Szóval sajnos egy idő, és akkor ezek így időnként így összegyűlnek, és akkor újra kell gondolni a rendszerezést, meg a pakolást, meg új termékek kerülnek be, és akkor hiába volt meg valaminek a helye, akkor az már felborul. Úgyhogy tényleg ez a háztartásban mindig folyamatosan pakolnunk kell, megcsinálnunk kell valamit. Úgyhogy mondom, most innen jutott eszembe, hogy elkezdtem ott keresni a lisztet feltöltöttem, és megláttam a kókuszos dobozt is, és mondom, tudom, hogy van felbontva egy adag, és azt beletöltöttem. És most ilyeneket fogok csinálni, mert általában szombat, vasárnap, attól függ, hogy délelőtt egy-két órát, amíg főzök, addig itt a konyhába, meg a hűtőbe, meg a mélyhűtőbe pakolászok, vagy éppen, hogyha, mit tudom én, nagyobb mennyiségű húst veszek, vagy ilyesmit előtte való nap, akkor azokat szépen feldolgozgatom. Most ilyen húsfeldolgozás nem lesz, mert majd látjátok is a videóban, talán egy pulykát hoztam, ilyen kis akciósabb volt, csak azért, mert egyébként van a mélyhűtőben is minden. Úgyhogy mondom, hogy jövő héten csinálok egy ilyen videót, hogy mi van itthon így, ami az életmódváltáshoz van, és majd lehet, hogy ott is fogok ismételni ilyen dolgokat, hogy mi az, amiket így meg szoktam így előkészíteni, mert szerintem ez az, ami segítségünkre tud lenni, hogy hétvégén, amikor van egy kis idő, akkor az ember megcsinálja, és egyébként hétköznap meg lerövidítjük ezzel a konyhai tevékenységet. Na, de akkor most mutatom nektek a tegnapi vásárlást, meg a tegnap esti pici pakolást, és addig meg viszem a Haninak a krumplit, mert hogy igenis beszoktam fogni őt is, Manu is sokszor, nagyon sokszor Balázs is besegít, hétvégén ilyenkor, mit tudom én, zöldségpucolás van, mert hogy az is egy ilyen tippem, hogyha hétvégén beszélgetés közben, mondjuk nekünk nem egy légterű a konyha az étkezővel, de igenis szerintem tök jó, oda lehet ültetni őket, kezükbe adni a kis vízét, kést vagy hámozót, és addig, amíg ők pucolják a zöldségeket, krumplikat, stb. Tudunk beszélgetni, és mégis halad a munka, én meg közben tudom csinálni itt a többit, és szerintem 20 percet, fél órát kell rászállni maximum, és a krumpli olyan, én ezt így szoktam csinálni, hogy utána berakom egy ilyen kis üvegtálba, vízbe, a hűtőbe, és egész hétre megvan a krumpli, bármikor kell, csak hozzá nyúlok, aztán jó napot kívánok, ott van a hűtőbe. Úgyhogy ilyen tippeket tudok esetleg adni, hogyha ez jó és beválik, de ha nincsen ilyen korú gyerek otthon kéznél, akkor például szoktam azt is, hogy este, amikor
tudom én, filmnézés lenne, vagy ilyesmi, mert ilyen nyugi van, akkor beviszem a tálcát, és akkor szépen azon megpucolom a zöldségeket, és mondom, berakom vízbe, hosszú napokig eláll a hűtőbe, és nagybelül tudom segíteni vele tényleg a heti hétköznapokon lévő ételkészítést. Úgyhogy, na, hogy mutatom akkor nektek a konyhát, de akkor előtte ti nézzétek meg még a tegnap estét. Sziasztok! Hát akkor nézzük a videónak a bevásárlós részét. Szombat este van, és nettóban és Penny-ben jártunk. Összességében nagyjából 55 eurót költöttünk, most nem tudom már, hogy minek mi volt az ára, akkor most nem írom ki nektek, de megmutatom, jó, hogy miket vásároltunk. Van itt tojás, most fehér tojást vettem, mert előzőleg barnát vettem, és akkor így próbálom őket így váltogatni. És Balázs hozott magának egy pár doboz sört, itt vannak a hűtős termékek, van itt csökkentett zsírtartalmú mozzarella, illetve ugyanúgy csökkentett zsírtartalmú krémtúró. Kétfajta ilyen kencét hoztam a hétre, az egyik ez a zöld fűszeres, a másik pedig ez a csökkentett zsírtartalmú. Hoztam egy ilyen előfőzött ilyen csirkemell felvágottat, illetve nem volt hús betervezve, mert el vagyunk itthon látva, viszont mindig ezeket az akciósokat mindig meg szoktam nézni, hogyha jó árba van. Ez most viszonylag jó árba volt, hogy 5 euró helyett 4,99, és abból lejött a másfél euró a 30%, úgyhogy szerintem így azért fél kiló húsért jó ár volt, illetve itt egy ilyen friss kéze van, ez is egy, nem is light-os verziót hoztam, teljesen mindegy, ez a, tudjátok, ez a rögös túróra hajazó változat. Akkor van itt olyan dolog, amilyen, hát Hanikám, elvágtam a csúnyán a kis kezét, úgyhogy éppen elfogyott itthon az a nagyon jó kis raktapasz, úgyhogy végül is hát ilyet találtunk. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy beválik-e neki. Hoztunk most édességet. Van ez a Swissly. Ezek ilyen nagyon ilyen kis pici vékony rutacskák, ezek ilyen tök fincsik. Hát ráadásul akciós is volt, mit mondjak még róla. Hanus kért egy ilyen káfézánit, mert hogy valaki az osztályából hozott ilyet, szerintem az ilyen lidulos volt, de teljesen mindegy, és azt mondta, hogy ez nagyon finom, úgyhogy hozzak már neki egyet. Na, hát eleget tettünk a kérésének, illetve én magamnak pedig pudingport hoztam, egy ilyen saját márkás, azt hiszem ez nettóba volt, és jó bevált Dr. Ötkert, ez viszont a tejszínes ízű, ez pedig a vaníliás, úgyhogy tök jó ilyen süti alapokhoz mostanában felszoktam használni, illetve tudjátok, ahhoz a túró torta recepthez is írja a recept, és tényleg nagyon bevált, finom. Hoztam egy csomag babybelt, ez a light verzió, jó, ez a világos kék, én ezt nagyon szeretem, és hát gyakorlatilag ezt magamnak hoztam. Csak úgy, mint az uborkát, hát mondanám, de ez nem teljesen igaz, mert most már a család rászokott, hál' Istennek, úgyhogy nem csak én eszem, hanem ők is. Ezt én szoktam venni, ez az apfelmusz, azaz ez az almapüré. A musz általában az, amelyik nem tartalmaz plusz cukrot, úgyhogy ha kerestek, akkor ezt nézzétek meg. Ne a püréket, mert azok már általában ilyen finomított cukrot tartalmaznak. Nézzük akkor, Balázs vette magának ezt a műzlit, mondta, hogy beviszi a munkahelyre, mert jól este neki így reggelenként, hogyha most, mit tudom én, egy időszakosan ilyen műzlit enne, illetve van itt két pizza, az pedig már a vacsira szerették volna enni. Hangusnak egy ilyen négy sajtos változatot hoztunk, és Balázs pedig egy szalámisat hozott magának.
Mivel viszonylag sok fogy nálam, ez a joghurt, ez a 2%-os zsírtartalmút szoktam vásárolni, most is ezt hoztam, és hoztam magamnak ezt a barista tejet. Múltkor vettem ezt a cottot, nagyon finom volt, úgyhogy ha nem akciós az Oatly, akkor mostanában ilyet szoktam venni, mert ugye ez, mit tudom én, 1,50 körül van, valahogy így. Nézzük akkor a zöldségeket, gyümölcsöket. Van itt új hagyma, ezt mostanában már elég sűrűn használom, nagyon jó, szerintem jót tesz így az ételeknek, ugye, vagy a salátáknak is, amikor egy ilyen gyors fűszerezést kell a végén csak megtenni. Vettem 2 csomag paprikát, ezek ilyen vegyes trikolor paprikák, jó árba volt, mind a 2 helyen vettem egyet-egyet, úgyhogy most a hétre a paprika szerintem meg lesz, vagy elég lesz. Hoztam egy adag fokhagymát, nem is tudom, hogy ez hány grammos, 25 dekel, csak 150 grammos, igen, elég kicsinek is tűnt nekem. 2 darab édesburgonyát vásároltam, mert ezek is így vacsorára nagyon szeretem, bár most vettem tegnap, vagy hogy a héten egyik nap vettem, éppen sütőtököt még kaptam, és hát én nagyon szeretem azt is, úgyhogy most el vagyok megint, akkor így látva ilyen fincsi zöldségekkel, és van itt banán, ez most 1 euró volt kilója, úgyhogy most ebből hoztam egy pár darabot, és akkor próbálok lassan fordulni. Van itt egy ilyen szendvics kenyér, ez a teljes kiörlésű. Ezt szoktuk vásárolni, mert tök jól lehet belőle ilyen meleg szendvicset is készíteni, és ez így szereti mindenki nálunk. Hoztam egy salátát, ez ugye már le volt akciózva, valószínűleg azért, mert ugye szombat este van, és vasárnap nincsenek nyitva boltok, úgyhogy gyorsan lecsaptam a nagy alkalomra, és akkor ezt elhoztam, mert ez most akkor nem egy jégsalátát vettem, hanem akkor egy ilyen vegyeset, illetve mutatom nektek, egy jó nagy adag fél kilós spenótot is sikerült vásárolnom, az utolsó darabot hoztam el, úgyhogy nagyon örülök neki, nem akarok vele itt zajongani, de nagyon finom, szeretem ezt a fajta spenótot is, nem csak a bébi spenótot. És hát van itt 3 darab növényke, amik mind a 3 megint csak ilyen 50%-os akcióban voltak, úgyhogy hát akkor így gondoltam, hogy meg is mentem őket. 2 ugye ez a gyógynövényes verzió, és 1 pedig ez a dísz, és nagyon tetszik nekem ez a kis kaspó, úgyhogy már csak a kaspó miatt is megérte, de mondom, ezek is mind a 3 50%-os akcióban volt most. Úgyhogy ezeket vásároltam, hogy mindjárt el is fogom őket pakolni. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky, I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. My way, my way, my way, my way.
be okay, 'cause I found my way. Jó, és akkor visszatérve, tehát ott hagytuk abba este, hogy nagyjából elkezdtem a zöldséggyümölcsöket elpakolni, hát és akkor látom a mai állapotokat, elég brutálisak egyébként, de hát most ez van, vállalom. A konyha közben megadta magát a kamera állvány is, viszont annyi van, hogy a mosogatógép az már lejárt, úgyhogy mindjárt kipakolhatok, de hát, na, szóval itt tényleg van mit pakolászok, megtörölgessek, megtakarítsak, mert nem akarom mutatni, hogy mi, hogy néz ki. Szóval nem mindig, jó? Nem mindig nálunk se minden olyan csodálatos. Hú, és akkor most kapok agyvérzést, mert valami olyan lett belerakva a izébe, mosogatógépbe. Ott látszik? Hogy akkor... Mosatok el mindent újra. Kész. Jó, de jó. Hát elég vártam. To say, pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us whole. Would you say if things ain't szuper, köszönöm szépen. What's really going on? Would you tell me? Can't you say? What's really going on? What's really going on? Down the bottom in the hole. There's no sane way. There's no explanations. I've got things I tend to moan. In these times, just please be patient. Be my shore, you be my home. Drag us out and build us up again. Put things right and let me go. No way of knowing if there's still time. Oké, okay, hát 1/3 van, és nagyjából most néz ki úgy a konyha, mint amit megszokhattatok ti is a videókon, ahogy szokott szerepelni. Ja, egy kicsit lassabban fordulok. Elkészült az ebéd, és arra gondoltam, hogy mivel nagyon hosszú lesz szerintem már ez a videó, a többi részt, hogy mi van a konyhában, és hogy találom ki a menüket, így azt egy következő videóban, a napokban fogom bemutatni. Na nézzétek, csak itt van a krumplipüré, és itt van a saláta, és itt van a sajttal töltött fasírt, majd ezt megmutatom nektek, hogy néz ki szerintem. Szerintem nagyon jó. Többiek már megterítettek, úgyhogy nekem már csak be kell vinnem tényleg az ételt. Ebédeltünk, és akkor utána hát pihenés, és mondtam nektek, csinálom a tovább a napi rutin, de szerintem ezzel nem vagyok így egyedül. És ma vasárnap révén délután még lesz egy kis süti-süti szerintem, de hát az is egy ilyen gyors változatú valami lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok,
Gyertek legközelebb is, sziasztok! Just please be patient.